Hatodik rész. Attól a naptól a vezérlés elektronikus, megtörhetetlen úton kapott utasítás szerint cselekedett. Az új program első és legfontosabb parancsa az volt, hogy csak Letta és Oban hangjának engedelmeskedhet, különösen fontos vagy életveszélyes helyzetekben e hangok gazdáinak parancsait is csak akkor teljesítheti, ha azok előzőleg egy 4 számjegyű kódot közölnek vele billentyűzet vagy rádiójelek útján. Így remélték kizárni Dubbot mindenből, hisz többé nem bízhattak benne. Azt is elhatározták, hogy ketten együtt soha többé nem hagyják el a házat, és Dubbot sem hagyják felügyelet nélkül. Letta különben hiába próbálta megtudni a mérnöktől, hogy mi történt vele azon az emlékezetes napon. Miért akarta elpusztítani társait? Ha erről kérdezték, hallgatott. Ahogy teltek a napok, Oban és Letta haragja csillapodott. Ám helyette új, kellemetlen érzés költözött beléjük. Dub most már nagyon is konkrét veszélyt jelentett, sokkal inkább, mint eddig bármikor. Olyan volt, mint egy ismeretlen működésű, időzített robbanó szerkezet. Bár a következő hetekben a mérnök semmi rosszat nem tett, az örökös feszültség mindnyájukat megviselte. Oban mogorván járt fel alá, kezdődött a nyár, és ez volt a legjobb időszak a flexia ültetésre. A vörös nap minden délben csak nem pontosan a feje fölött delelt, árnyéka talpa alá húzódott. A férfit csábította a barnás föld, a kékes-zöld erdők látványa. Reggelente a messzeség halvány párarétegeket szült, a tenger fölött szelek gomolyogtak. Főleg a sivatagok vonzották, örökös kihívásnak érezte létüket. A sárgás homoktenger keserűséget ébresztett benne. A földön már régen felszámolták az efféle helyeket, bármilyen nagyok is voltak valaha. A Szahara, a Gobi, az Atakama, a Mohave és a Kalahári, és a többiek már régen termőföldek lettek, ahol szuperméretű gyümölcsültetvények váltakoztak haszonerdőkkel, napenergiatelepekkel, haltenyésztő, mesterséges tavakkal és városokkal. Akárhányszor a férfi valamelyik trendáli sivatag fölött repült, ökölbe szorult a keze. A szelek felfelkapták a rendkívül apró szemű, könnyű homokot, elhordták, a felhőkbe repítették, viharként szórták el másutt, dűnéket építettek belőle, hol itt, hol ott. Az egyenlítő alatt több sivatag is volt, azon felül a kontinensek távolabbi részein is akadtak nagy kiterjedésű, félsivatagos területek, ahol a helyi növényzet csak gyéren tudott megélni. Oban úgy érezte, ez a hatalmas feladat éppen rávár. A gyermek, az ő első egyetlen gyermeke, közeledése új energiával töltötte fel, régebbi, szomorú gondolatai nyomtalanul eltűntek. A Trendál az ő két kezére várt. Úgy lesz igazán az enyém, ha minden darabkája magán viseli majd a kezem nyomát. Gondolta kissé régi módian, de őszintén. Már tudta, így fogja igazán birtokba venni a bolygót. Ő, Letta, és az a harmadik ember. Létezésével számolni kellett, és bár a trendáli és földi időszámítás különbsége miatt nehéz volt kiszámolni érkezése pontos dátumát, azért körülbelül sejtették, mikor jön. Oban annyit gondolt erre a napra, hogy agyából teljesen kiesett az utána következő idő. Ugyanakkor félt is. Az érzés egyelőre homályosan növekedett benne, bajos daganat volt. A szülés ismeretlen veszélyekkel járhat, tudta ezt, hát félt. Letta a saját számításai és a medicinrobot vizsgálatai alapján úgy vélte, hogy még 6 hét lehet hátra. Az utóbbi napokban furcsa érzése támadt. Egy éjjel azt álmodta, hárman úsznak a tengerben. A tenger itt volt a Trendálon, a parti táj és az égbolt színei ezt jelezték. Mégis, a víz egészen olyan volt, mint a földön, ahol régebben az asszony annyit fürdött. A sejmes vízben hárman úsztak előre az apró, fénylő hullámokon, de sem Oban, sem Dub nem volt velük,
Mégis hárman voltak. Két kis fejet látott maga előtt a tűző napfényben. Ébredése után hosszan feküdt, tágra nyílt szemmel nézte a sötétséget. Két kezét hasára úsztatta. A testét vizsgáló gépek másnap egészen világosan jeleztek még valamit, de erről még nem szólt Obánnak. Olyannyira hihetetlen volt. Obán nem sokáig bírta a házban. Rengetegszer lett a lelkére kötötte, mit tegyen, ha Dáb ismét fellázadna. Mert a férfi lázadásnak nevezte a mérnök kiszámíthatatlan tetteit. Bár gondolatban kénytelen volt elismerni, ez betegség, még Letta előtt sem használta soha ezt a szót. A mérnök agya beteg volt, és nem tudhatta senki, valaha meggyógyítják-e. Egy esős napon Obán elrepült délre. A kettes földrésze maradt, csak éppen átrepülte a nagy öblöt, és a déli félszigeten szállt le. A hosszú, egyenes tengerpart széles homokpadjából vett mintákat, úgy tervezte, ha az otthoni analizátorokkal elvégzendő vizsgálatok kedvező eredményt hoznak, a homokban elég egyéb, növekedést elősegítő anyagot talál, hát ezt a majdnem 100 km hosszú sávot is beveti flexiával. Túl nagy terület ez ahhoz, hogy parlagon heverjen. Így a növényzet legalább megköti a futóhomokot is. Mintavétel után sokáig állt a parton. Tenger és szél zúgott, csapkodott, tajték repkedte körül. Zöldeskék cseppek rakódtak sisakjára, de ő csak állt, és nézte a partot. Zöld felhők kergették egymást, a nap ritkán bukkant elő. Olyankor vöröses-sárga fény dobott a nedves homokra, és eltűnt újra. Felhőárnyékok úsztak a tengeren, kúsztak a partra, a távoli hegyekre. Itt valaha város lesz. Vágott bele az ösztönös sejtés. Óriási nyaralótelep. Az egész bolygó lakossága ide fog járni üdülni erre a 100 kilométeres hatalmas strandra. A Trendel legnépszerűbb városa lesz ez a... Nem, még nincs neve. Még nincs város, nincsenek utak, házak, nincs energia, nincs víz, és főleg nincsenek itt emberek. De amint lesz levegő, ők is megjelennek. Obán már látta maga előtt őket. Nők hevertek a napernyők árnyékában, férfiak úsztak az aranyfényű vízben, gyerekek labdáztak a homokon. Behunyta a szemét. Százezrek és milliók élnek majd itt, de közülük senki sem fogja tudni, hogy egyszer, hihetetlenül régen valaki, egy férfi és egy nő ugyanitt. Hogy azzal a családdal kezdődött minden. Velük kezdődött itt az élet. A hullámok dübörögve futottak ki a partra. Tenger támadott szárazföldet, ostromlott vár volt a homokpart. Obán sokáig nem tudott betelni a gyönyörű látvánnyal. Amikor visszament a repülőhöz, a sisakjába megszólalt a rádió. Obán, jelentkezz! Letta volt, és a hangjában izgatottság. Obán hát nem a rádióra ügyelt már, hanem azonnal elindította a gépet. Már éjszakra száguldott magasan a táj fölött, amikor végre válaszolt. Itt vagyok. Mi baj történt? Dabot valami baj érte. A repülő alatt hátrafelé rohantak az erdők. A gép a lehető legnagyobb sebességgel süvített, elmaradt a tenger, hamarosan feltűnt a nagy öböl. Hol van? A házban? Obán attól félt, a két magára hagyott ember otthon tűzött össze. Ha az az őrült, bármit is ártott Lettának, megölöm, fogadkozott. Nem, Obán, addig könyörgött, amíg kiengedtem a házból. Fegyver van nála? Természetesen nincs. Elment észak felé, úgy hiszem. Ennek már egy órája. Az előbb kiabált a rádión, de elég halkan. Üldözik, azt mondta. Üldözik? Állatok? Nem mondta, csak azt, hogy már nem bírja sokáig. Obán, én félek. Ki tudja, mi történt vele? A férfi nem válaszolt. A tájat nézte. Most ért az öböl fölé. A víztükör hirtelen szétszakadt alatta.
Közeledtek a távoli hegyek. Dabot üldözik. Talán a szokásos rémképei. Herbie és Aran. Omán magasan tudta, miért rohan most észak felé. Ott van a ház, benne Letta. Őt nem fenyegeti veszély. Akár csökkentheti is a sebességet. Lelke mélyén hideg, nyálkás indulat mozdult, a gondolat fekete volt és alattomosan kísértő. Ha nem sietsz annyira, Dabot az ismeretlen veszély esetleg elveszejti. Meghal, és nem a tekezettől. Nem lesz többi az utadban. Az utatokban. Elhessegette magától a gondolatot. Nem így kellene az ügy végére járni. A szürke vizet nézve megint eszébe jutott, hogy értesíti a központot, vigyék el Dabot. Ha Lettát is magukkal kívánnák vinni, az asszony tiltakozna. Akarata ellenére senkit sem kényszeríthetnek semmire. Obán olyan biztos volt lett a szerelmében, akár a magáéban. Felbukkant előtte az öböl túlsó partja. Még két hegylánc, felmeredő szirtek, mesztelen kősivatag, aztán majd szelíd dombok között a ház. Ha Dab közben visszaért, Letta beengedte, és önkéntelen is gyorsította a repülőt. A robotpilóta a radarjelzések alapján növelte a magasságot, már a hegyek között volt. Vettél tőle újabb jelzéseket? Letta a lélegzet visszafojtva várakozhatott a rádiónál, mert azonnal válaszolt. Nem. Lihegést hallottam, és egyszer egy üvöltést. Ha az Dab hangja volt, akkor nem is tudom, mit gondoljak. Olyan volt, mint egy sebzett állat hangja. Obán, félek. Nyugodj meg, drágám. Mindjárt odaérek. Mit mutat a bemérés? A bemérés? Igen, persze, még nem értem meg. Állítsd erre a hullámhosszra, az antenna önműködően elvégzi a többit. Ha Dab újra jelentkezik, közöld velem az adatokat. Repült tovább. Letta és a ház hallgatott. Obán elnyomta rossz gondolatait, inkább a feladatra koncentrált. Letta már annyiszor fogta Dab pártját, de a férfi tudta, nem személyes okokból teszi. Letta mindig az embert védte. A repülő előtt balra felbukkant az óceán. Aztán a ház. A táj békességet sugalt. Reggel óta itt semmi sem változott. Letta? Még semmi, Obán. De annyi idő alatt nem mehetett messzire, gyalog. És azt hiszem, visszafelé futva jön. Menekül. Ha csak el nem tévedt. Már közel lehet. A repülő elszágultott a ház fölött. Lenyomta a biokereső gombját, embernagyságú élőlényre állította. Aztán átvette a vezérlést a robotpilótától, és felére csökkentette a sebességet. Körözni kezdett. Nem kellett sokáig kutatnia. Egy hegyoldalon, ritkás erdő fölött a kereső szaggatott hangjelzést adott. Obán irányt változtatott, mélyebbre vitte a gépet, és megpillantotta Dabot. A mérnök sisakja vakítóan csillogott a napon, de miért mozog olyan furcsán? Megvan, él, mondta Obán a mikrofonba, és még inkább közelített fentről. Letta megkönnyebbülten sóhajtott. Dab karjaival csapkodott, aztán térdre esett. Obán szeme összeszűkült. Fekete foltok ugráltak az űrhajós körül. Hol testéhez értek, hol meg eltávolodtak tőle. Farkasok! A kutyatestő csíkosszőrű állatok lehettek vagy 15-en, és mind az embert rohamozták. Mi történhetett? Hiszen most nyár van. Télen, ha éheznek, előfordult már, hogy rátámadtak Obára is. De ilyenkor? Nem habozhatott. Kitárta az egyik ajtót, dereka köré kanyarintotta a biztonsági hevedert, nehogy kizuhanjon, és már is kezében volt a lézerpisztoly. Utasította a robotpilótát, itt körözzön, aztán célzott. Csak akkor hatolt tudatába, hogy a szkafander akusztikus érzékelői közvetítik a lenti zajt. Az állatok vinnyogó, üvöltő, izgatott hangját, szenvedélyes morgásukat.
A lézerpisztoly célkeresztje először dapsisakjára siklott. Obán lehúnyta a szemét. Megtehetné. A sisakot aztán elásná, és azt mondaná Lettának, hogy... Nem. Megrázta a fejét, újra célzott. A célkereső az egyik farkasra kúszott. Az állat feszülő testtel ugrott éppen. Az ibolya színű sugár a levegőben találta el. A farkas lendülete elsodorta Dabot, a férfi ismét tédre esett. Valóságos, fekete csíkos hullámzás kavargott körülötte. Az állatok a szkafandert nem szakíthatták át, de a kesztyű nem védte a kezét. Egy-egy fogsor ujjakat téphet le. Obán megrázkódott. Szinte a saját kezén érezte a pokoli fájdalmat. Lőtt. Újra és újra. Dab ebből még semmit sem vett észre. Már egész testtel a földre bukott, egy kis szikla mögé lapult, próbálta megvetni a hátát, de a vadállatok minden oldalról rohamozták. Egyszerre többen is ugráltak rá. Dab szinte a talajba volt volna előlük. A fegyver alig egy percig osztogatta a sugarakat. Vagy 10 állat terült el sebesülten, többen pedig mozdulatlanul nyúltak el a fák között. Obán tett még egy kört a tisztás fölött, a megmaradt farkasok sárga szemében visszatükröződött a repülő. A levegőből támadó félelmetes, árnyékot vető, zajtalan szerkezet, a sugárnyomán felcsapó, égett szőr és hússzaga ismeretlen rémületet ébresztett bennük. Sebeiket nyalogatva elrohantak. Obán csak akkor szállt le, amikor már semmi sem mozdult a mérnök körül. A fegyvert nem tette el. Óvatosan lépett ki a gépből. A döglött farkasok nyitott szájjal, kilógó, kékes nyelvvel hevertek. Dab felemelte a fejét. Előbb a mozdulatlan állatokat látta, aztán a közeledő férfit. Próbált feltápászkodni. Obán oda nyújtotta egyik kezét. A másikban a fegyvert markolta. Köszönöm, Obán, mondta a mérnök rekedten. Lassan felállt. Aztán csak nézték egymást szótlanul. Ez a perc sokáig tartott, mindkettejük számára nagyon sokáig. Dab ajka reszketett, sisakját és ruháját sárborította, de mellén a légintegritás sértetlenségét jelző kis zöld fény nem változott pirosra, szkafandere nem szenvedett kárt. Menjünk. Elindultak a gép felé. Döglött állatokat léptek át. Kékes szél csapott le a fák közé, a napot felhő takarta el. Fáj, mondta a mérnök, egyik kezét emelte tétován. Obán nem válaszolt. A gépből hívta Lettát. Készítsd elő a medicin robotot és a köttereket. Perceken belül ott leszünk. Dab bal kezét teljesen összeroncsolták a farkasok. Az egyik ujja helyén csak véres massza maradt, a másik 4 is csonttörést szenvedett. Letta rosszul lett, amikor eléje tárult a véres látvány. Obán maga volt kénytelen feltöltleníteni, bekötözni a sebet. Egy ideig nem ölthet szkafandert, mondj le a kinti kirándulásokról. Obán igyekezett szigorú lenni, de indulata már is elpárolgott, hiszen Dab ezúttal nem ellenük cselekedett. A vér, a seb, a maga tehetetlenség láttán felülkerekedett benne a sajnálat. Életük visszazökkent a hétköznapok sodrába. Az idő gyorsan múlott. A nyár kiteljesedett, de nem volt ez földi, nem volt igazi nyár. Meleg volt ugyan, de ezt nem érezhették, hiszen csak szkafanderben mozoghattak a bolygó felszínén. Meleg szelek tépték a partokat, tördelték a lyukacsos fákat, ha olykor viharra erősödtek. A flexia ültetvények szépen fejlődtek, a trendál állatvilága sokasodott. Az anyaállatok kölykeikkel jártak, a páncélhátú hüllők a parti homokba ásták be tojásaikat. Madarak költöttek a megközelíthetetlen sziklás csúcsokon, szakadékokban, bokrok tövében. Halak úsztak fel a sebes vízű folyókon, virágba borult mezők kúsztak a dombok déli oldalán. Letta egy napon megint alávetette magát a medicinrobot és a vezérlő agy közös nagy vizsgálatának. Az a pár héttel ezelőtti gépi adat nem hagyta nyugton. Tudta, hogy a mostani, teljes,
Mindenre kiterjedő vizsgálat kizár minden kétséget. Obán aznap kün a raktárban dolgozott, a robotok segítségével gépeket javított. Ezek délutánig elfoglalták, csak utána jött vissza a házba. Dáb a szobájában üldögélt. Letta arcán a mosoly furcsa volt. Obán először nem is látta, inkább megérezte. A ház amúgy is világos, napsütötte termében még nagyobb lett a fényesség. Obán is mosolyra derült, az asszony boldogsága rá is átragadt. De még valami más is lüktetett a levegőben. Letta a nagy képernyőre nézett. A férfi követte tekintetét, a képernyőn kimerevedett az utolsó kép. Egy műszer hullámvonala. A vastag első vonal mögött alig valamivel halványabban a másik, mintha csak annak árnyéka, a visszhangja lenne. Mi ez? Kérdezte Obán. A szívverés képe, súgta az asszony. Egyik kezét önkéntelenül ősi mozdulattal csúsztatta elődomborodó hasára. A beözönlő fényben, ragyogó nő alakban volt valami időtlen. Minden időn és téren kívülálló. De a jel kettős. Obán még nem értette. Igen, kettős a jel. Mert ikrek lesznek. Lett a másik keze is a hacsára kulcsolódott. A férfinak a lélegzete is elállt. Letta! Már együtt álltak, ölelkezve, ömlött rájuk a trendáli fényesség. Vigyázz! Súgta az asszony, és kissé eltolta hasától, testétől a férfit. Dab kinyitotta az ajtót, és a résen át sötét tekintettel nézte az ölelkező párt. Az északi félgömbön most július vége lehet, vagy augusztus eleje, mondta Letta. Az egyik széles ablak előtt ült és kis ruhákat vart. Kezében még ügyetlenül tartotta a tűt, ezt az egyetlen darabot is alig találták meg a raktár mélyén. A vezérlő agy emlékezett, hogy valaha ilyen furcsa tárgyat is hoztak ide, de nem tudta, hová tették a házépítői. A varrógép nem volt. Ki gondolta volna valaha is, hogy a ház magányos lakója babaruhákat lesz kénytelen készíteni. Obán ott állt asszonya mellett, és a dombot nézte. A flexiák zöldje neki is a földet juttatta eszébe. És belevágott a fájdalom. Igen, Letta is a földre gondol. Összehasonlítja az időjárást, az évszakot, a tájat. Még most is itt van, itt akar maradni vele. De ha egyszer meggondolja magát. Itt fogsz hagyni, mondta hirtelen, és belé nyilalt az ijegység. Most is a föld jár az eszedben. Ám Letta szeliden elmosolyodott. Ahogy neked is, Obán. Ezelől nem menekülhetsz, ettől nem szabadulhatsz. A föld benne van minden sejtünkben. Az az igazi otthonunk, mert emberek vagyunk. Igen, de... Obán habozott. Lett a szép arcát látta. Az asszonyt állapota nem csúfította el, a kívülről belső fény aranyvörös árnyalata most különösen talányossá tette mosolyát. A férfi elszégyelte magát. Ne haragudj. Ez is azért van, mert nagyon szeretlek. Tudom. Kezük összetalálkozott. Letta ismét a szövet darabok fölé hajolt. Soha nem hitte volna, ahogy ilyen nehéz dolog a varrás. Nem is tudta kezdetben, hogyan kell csinálni. Obán keresett ki egy régi videófilm részletet, ahol egy régi divatú ruhát viselő nő vart valamit, onnan lesték el a mozdulatokat. De kezdetben még a cérnát sem tudták befűzni az apró lyukba. A mérnök napok óta nem borotválkozott. Biztosan rosszul is aludt, karikás szemmel, gyűrt arccal állt a küszöbön. Szokása szerint előbb nem szólt, csak őket nézte. Obán kezdte magát kényelmetlenül érezni. Lehet, hogy igaza van Lettának, ők is hibásak abban, hogy Dab idáig jutott. Ha visszamegy majd a földre, meggyógyítják. Ha mindjárt az elején elvitték volna, talán már is egészséges lenne.
Az űrhajós bal kezén még mindig kötés volt. A farkasokkal történt találkozás óta 2 hét telt el. Később is csak annyit sikerült kiszedni belőle, hogy az erdőben csavarogva kölyök farkasokra lelt, próbált játszani az apró állatokkal, de azok elfutottak előle. Miközben Dub utánok futott, azt hitte, tán ez is a játékhoz tartozik, hirtelen szembe találta magát a hordával. Elsőnek a kölykök anyja rohant rá. Nem akarsz enni valamit? Kérdezte Letta. Már felállt volna, hogy harapnivalót készítsen Dubnak, de Oban szeliden visszanyomta a székre. Majd én. Kiment a konyhába. Az ételautomata mellett megállt, várt a Dubot. Az jött is. A tekintete úgy siklott tárgyról tárgyra, mintha életében először járna ebben a helyiségben. Oban óvatosan lopva figyelte társát. Dub lassan leült a kis asztal mellé. Kakaó csúrant egy pohárba, szintetikus kenyérre esett egy szelet algalekvár. Valódi sajt is sárgálott egy tányéron. Egyél. Dub nem nézett Obanra. Nehezen mozdult a keze. Megfogta a kenyérszeletet, az asztallapját bámulta. Megint itt jártak, mondta végül. Kik? Hát, a többiek. Együtt voltunk régen a Lamáron. Képzelődik, gondolta Obán. Dub foga a kenyérbe mélyedt. A falatot alig rágta meg, már is nyelte volna. Megakadt a torkán, köhögött. Így áll. Obán leült vele szemben. Lelkiismeret furdalást érzett. Elhatározta, hagyja beszélni a férfit, végighallgatja, bármit mond is. Talán ezzel segíthet rajta. Legalább egy kicsit segíthet. Dub felnézett. Zavaros tekintete kitisztult. Obán kényelmetlenül érezte magát. Nem tudhatta, ez a tisztaság vonatkozik-e az űrhajós agyára is. És ha igen, milyen mélységig? Az a Lamár egy bolygó? Érdeklődött. Igen. Az éterrendszerben van a 8-as nap körül. Nem mi voltunk ott az elsők. Már 2 expedíció járt ott előttünk, de arra a bolygóra nem tudtak leszállni. Szárazföldek helyett csak forró gázokat és cseppfolyós felszínt találtak. Visszafordultak és kész. De később jelentették, hogy a bolygó mágneses tere furcsa eltéréseket mutat. Ezért küldték oda a 3. expedíciót, vagyis bennünket. Letta a nyitott ajtónál hallotta a beszélgetést. Dub megint harapott és ivott. Már nem nézett Obára, a szeme megint elkalandozott. Átvergődtünk a 2-ös mágneses övezeten is. A gravitáció sok furcsaságot produkált. Nex volt a kapitányunk, ő aztán soha semmi elől nem hátrált meg. Ha ő egyszer azt mondta, itt leszállunk, akkor leszálltunk. Ha azt mondta, itt átmegyünk, akkor bizony átmentünk. Még ha köbkilométerenként egy macskányi meteor repkedett is előttünk. Hát belevágtunk ebbe is. Addig köröztünk a Lamár légkörében, különböző magasságú pályákon, míg végre mégiscsak szárazföldre leltünk. Nagy fémtartalmú talaj volt, növények nem is nagyon voltak ott. Inkább csak a féle laposan terjeszkedő kúszó indák. Amikor közöttük járkáltunk, gyakran a lábunkra tekeregtek, némelyik olyan vastag és erős volt, hogy csak lézersugárral lehetett elvágni. Nem voltak magas hegyek, de az a pár domb is kör alakban helyezkedett el. Szürkés lila az ég volt a Lamáron, a napja pedig kékes. Hát elképzelhetitek, miféle ronda tájék. Dub több eszámot használt hallgatósághoz szólva, pedig csak Oban ült előtte. A stílusa is olyan volt, mintha századokkal korábban egy italmérésben ülve mesélne szájtáti hozzá nem értő hallgatóknak. De az rögtön gyanús lett, hogy olyan szép köralakzatot formáznak a dombok. Mintha nem lenne természetes ez az alakzat, vélte Nex. És persze nem is volt természetes.
Az egyik völgyön keresztül bejutottunk a dombok közé. Szokás szerint Nex ment elől. Egyszer csak megnyílt a föld. A talajon egy lyuk támadt úgy, ahogy mondom. Ne csodálkozzatok! Ez csak a kezdet volt, mert Nexet nem lehetett csapdába ejteni, idejében elugrott. És mi is. A lyuk fekete volt, és valamilyen gáz tört elő belőle. Tovább mentünk. Akkor meg forró plazma lemült a levegőbe, egyenesen felénk. Az egyik társunkra borult. Csak az egyik lába látszott ki, még egy pillanatig sem tartott az egész, és szegény élve elégett. Csak az egyik űrcsizmája maradt meg, de azt ott hagytuk. A mérnököt elkapta az izgalom, olykor dadogott is. Ez volt a lammar. Bizony. Nex azt mondta, találnunk kell egy épületet. Bármilyen építményt, amit azok hoztak létre, akik a dombokat építették. De akkor megrendült a talaj. Minden mozgott, mi meg elestünk. Nem is egyszer. De nem adtuk fel. A lila dombokról akkor csúszómászó férgek rohantak ránk. Maguk is vöröses-kékek voltak, de a színük közben változott. Némelyik feketébe ment át. Akkorák lehettek, mint egy ló. Förtelmesek voltak, haraptak, rúgtak, de mi sugárvetőkkel leterítettük őket. Ott maradtak mind. A dombok között volt egy tó. A fémes víz olyan toppán csillogott. Szürke fény lebegett. Igen, a fény rétegesen lebegett, mint a pára. Rárakodott kívülről a ruhánkra, mi magunk is fény lettünk tőle. Aztán súlytalanul lebegtünk a semmiben. Képzelődik. Nem hiszem, hogy ilyesmit átélt volna. Obámban lassan gyúlt az ellenérzés, eltűnt belőle a rokon szemb. Dáb közben annyira beleélte magát a történetbe, hogy elfeledkezett a valóságról. Letta letette a babaruhát, az ajtóban állva nézte a férfit. Még emlékezett arra másik Dabra, a mindig fegyelmezett, pontos, a munkáját szerető mérnökre. Az Eura fedélzetén soha nem volt vele baj. Ahhoz az emberhez képest ez a Dab roncs. A réginek nem is árnyéka, csak torzképe. A semmiből felmelült egy kristálylény. Nagyobb volt, mint az űrhajónk. Akár egy sziget. Lebegett mellettünk. Aki közülünk belenézett, önmagát látta. De nem a szkafanderes alakját, hanem az arcát. Csak az arcát. Én is láttam az arcomat. Akkora volt, mint ez a ház. És mosolyogtam. Nevettem. Egyre jobban nevettem. Ha-ha-ha! Ha! Élő kép volt. Élt a kép. Mozgott és fejlődött. Dühös lettem rá. A kristályra, a lamarra, mindenre. De amaz megérezte a haragomat, és elváltoztatta a képet. Az arcom öregedni kezdett. Egy perc telhetett el, amikor megértettem, mi történt. Először a szemem alatt jelentek meg táskák, aztán őszült a hajam, egyre több lett rajta a ránc. Lefittyett a bőröm, a szemembőr már nem csillogás, hanem valamiféle sötétség áradt, amihez hasonlót azelőtt soha nem láttam. Dabot hangtalan zokogás rázta. Leborult az asztalra. Társai némen döbbenten nézték. A mérnök hirtelen felemelte a fejét, Obára nézett. A szeme száraz volt. Gúny és düszik rázott benne. Az a dög kristály! Nex előkapta a hordozható lézerágyút, és egyetlen lövéssel végzett a kristálylénnyel. A csillogó óriás felrobbant. A detonációtól szerteszét repültünk, a lökés hulláma hatalmas volt. Rádión kerestük egymást a sötétben. Mert hogy akkor kialudt a réteges lebegőfény is. De a kristálylény, vagy bármilyen lény, amely az erőt képviselte azon a bolygón, nem mondott le arról, hogy megleckéztessen bennünket. A talajon sem lehettünk biztonságban,
mert az meg mozogni kezdett a lábunk alatt. Nex az űrhajót hívta. Nem jelentkezett. Alszik a rádiós, vagy mi van? Kiabált Nex. És mi félni kezdtünk, mert ha Nex ideges, akkor már igazán baj lehet. Aztán Nex megemberelte magát. Az automata SOS jelzővel hívatta tovább a hajót. Közben a talaj teljesen szerte foszlott alattunk, barna-szürke hullámok csapdásták a mellünket, úsznunk kellett. Lábunk a semmiben lógott, és kiabáltunk. Nex, csinálj valamit, mi élni akarunk. Minek is szálltunk rá az ájkozott bolygóra? Lamar lesz a halálunk. Nex a fogát csikorgatta. Bátor ember volt, és ma is bátor. Mert tudjátok meg, Dáb lehalkította a hangját, kétszer is körülnézett, aztán megragadta Obán karját az asztalon. Feldőlt az üres pohár. Obán már csak a férfi szemét látta. Mélyén távoli tűz lobogott. A téboly lángjai. Mert hogy most már elárulhatom neked meg a nagy titkot. Eddig hallgattam róla, nehogy megtudják azok is. Azok. Kik? Hát az idegenek. Hisz ők itt vannak. Itt is. És mindenütt. Ha kell, olyan aprók, hogy elférnek a körmed alatt. Ha kell, akkorák, mint egy bolygó. A Lamar. Az ő művük volt. Mert hiszen a valóságban az a bolygó nem is létezett. Sem előtte, sem utána. Obán, keresd meg a nagy csillagatlaszban. Nem találsz rá. A Lamar csak akkor és ott volt. Sem előtte, sem utána. Elmerült a semmiben. A képzeletünkben volt csak, mert amikor magunkhoz tértünk, az űrhajó személyzete azt mondta, az űrben köröztünk a szondával, és ők jól láttak bennünket a radaron. Ide-oda röpködtünk, ki sem jöttünk belőle. És nem volt ott egyéb, csak a szokásos űrhulladék, néhány meteor, néhány ritkás gáz. Abban a körzetben soha nem volt bolygó, az elődeink is, és mi is elektromágneses halucináció áldozatai lettünk, azt mondták utólag a szakértők. De a titokra nem derült fény. Csak én tudom, senki más. Mi az a titok? Kérdezte Obán. Az, hogy Nex kapitány. Én vagyok. Letta akkorát sóhajtott, hogy mindnyájan hallották. Obán még mindig Dabbal szemben ült az asztalnál. Lassan megfagyott körülötte a levegő. Az imént, bármennyire is fantasztikus volt a férfi elbeszélése, a hatása alá került, és ha nem is hitte el a részleteket, örült, hogy Dab mesél, talán a múltjából idéz, hogy erre emlékszik. De most már nem voltak, nem lehettek kétségei. Dab úgy tett, mintha nem látná döbbenetüket. Ravasz szemmel, diadalmas arckifejezéssel bámult rájuk. Lehet, hogy valóban nem látta Letta és Obán arcát, hiszen egy másik világban élt. Letta végre megmozdult. Fájdalom bujkált a tekintetében, amikor a szórakoztató videókészülékhez ment, és a gép állványának alsó polcán keresgélt. Obán még mindig a mérnököt nézte. Duzzadt, fáradt arcát, a kialvatlan és egyre nyugtalanabb szemeket. Kezdett félni a mérnöktől. Dub megnedvesítette ajkát. Meglepődtetek, ugye? Nem hittétek, hogy a híres Nex kapitány itt él köztetek. A Lamar hőse eljött ide is, és el fog menni sok más városba, hogy mindenütt elmesélhesse kalandját. Letta gyászos arccal lépett be. Egy kis szögletes tárgyat tett az asztalra. Obán értetlenül nézte. Az asszony akkor úgy fordította, hogy a másik oldalát is lássa. Egy videókazetta volt. Előlapján színes reklámkép. A fekete űrből szinte előszáguldó vadbolygó. És a kisebbik képen űrhajósok csapata menetel kráterek között. A felirat szerint a film címe Nex, a Lamar hőse. Pár napja csak ezt nézi. Azt hiszem, legalább 10-szer látta.
Az asszony sajnálkozva nézett a mérnökre. De még mindig az előbbi ragyogó arccal ült, két keze az asztal lapján, gerince egyenesen tapadt a szék támlájához. Obán elfordította a fejét. Nem bírta el a férfi tekintetét. A falat nézte, úgy kezdett beszélni. Nézd, Dab, ha nem is akarod tudomásul venni, az a helyzet, hogy beteg vagy. Dab csak ült. Arcáról nem lehetett leolvasni semmit. Aztán felállt, lassan, mint aki iszonyú terhet cipel a vállán. Letta első reakciója önkéntelen volt, segíteni akart valahol Dabnak. Kinyújtotta feléje a kezét. De a mérnök észre sem vette. Lassan indult szobája felé. A nappali közepén megállt. Torkából előbb mély, majd felívelő üvöltés tört elő. Dab! Sikoltotta Letta. Obán még nem mozdult. A mérnökben robbanásra készen feszült a düh, körülnézett. Obán követte tekintetét, és érezte, megfagy ereiben a vér. A lézerpisztoly ott hevet a nappali alacsony asztalkáján. Este vette le övéről, az asztalon maradt. Ugrott volna, de mire kirúgta maga alól a széket és felpattant, Dab már megelőzte. A mérnök párducként vetette magát a fegyverre. Üvöltése elhalkult, de izgalmában még torkában forrogtak az apró kiáltások. Egyetlen mozdulattal kibiztosította a pisztolyt, és társaira fogta. Ez az utolsó perc. Futott át Obán agyán. Zsibbadás vett rajta erőt. Azonnal Lettára gondolt, ha ez az őrült megöli. Nem csak őt, hanem vele együtt a gyerekeket, az ikreket is. Ösztöne az asszony elé lökte. Dab, mondta rekedten. Torka nem akart engedelmeskedni az agyából érkező parancsnak. A pillanat hosszabb volt az örökké valóságnál. Dab nézte a két arcot. Gyűlölet lobogott benne. Már egy éve csak őket látta, és agyában valahol halványan pislákolt a gondolat, azóta van ilyen állapotban, amióta csak ezt a két arcot látja. Sérült tudatában áttételesen csonkán hatolt el önnön állapota. Nem érezte át igazán, de sejtette, valami szörnyű dolog történt vele. Mindez benne égett most, ahogy amazokat nézte. Letta szinte bénultan állt. A rémület uralta. Ő is csak Dab szemét látta. Obán karját markolta görcsösen. A férfi szólt volna, de torka gátját nem tudták áttörni a szavak. Egész testében reszketett. Dab nagyot nyelt. Haha, most féltek, ugye? Így van ez jól. Eddig mindig elbántatok velem. De most. Ujja a sugárkioldóra feszült. Obán lassan visszanyerte önuralmát. Tekintete körbe szaladt a termen. A bejárati ajtó előtt hever az űrruhája, amit legutóbb csak ledobott, amint kijött a zsilipből. Előtte két vaskos fotel, ezért a ruhát talán Dab nem is látja. Annak az övén lóg egy másik lézerpisztoly, ezt az Eura mentőhajójában találta, az egyik halott űrhajósnál. A tartalék fegyvere most. Ha a kezébe kaphatná. Csúszál balra. Lassan. Súgta a válla fölött Lettának. Az nem értette, talán nem is hallotta izgalmában. Most végetek lesz! Üvöltött Dab. Obán próbált észrevétlenül balra húzódni. De Letta nem követte. A férfi hát megszólalt. Dab. De a mérnökhöz nem hatolt el a hangja, az csak ordított. És vége az én kínlódásomnak is! Titeket falnak fel a farkasok, nem engem! Megdöglötök, és ott rohadtok el a földön, mert nem kaparlak el benneteket, átkozottak! Ha azt mondom most, vesd magad a padlóra, súgta Obán. Letta végre megértette. És te? Veled mi lesz? Kérdezte fennhangon Obán, talán már csak azért, hogy elterelje az őrült figyelmét. Ne törődjetek velem, én élni fogok.
Obán akkor vette észre, hogy még mindig a kezében szorongatja a Nex kapitány Lemari kalandjáról szóló videokazettát. Összeszorította fogát. Csak úgy csikordult. Minden attól függ, hogy a legjobb pillanatban cselekedjen. Dab vigyorgott. Hát eljött ez a perc is. Nem sietünk, igaz? Miért is sietnénk? Ki kell élvezni a győzelmet. Az ilyen pillanat később már soha nem ismétlődik meg. Dab most mintha lecsillapodott volna. A drámai feszültség egy pillanatra csökkent. Nem sietünk, helyeselt Obán, és lába ugrásra készült. De tudta, ha elugrik, a lézersugár könnyen eltalálhatja Lettát. Márpedig ezt semmiképpen nem akarta. Akkor már inkább őt, semmint az asszonyt. Dab pisztolytartó kezét nézte. A fegyver sugárvető csöve ide-oda ugrált, mégis, egészítő alatt feléjük irányult. Obán két ujja közé fogta a kazettát. Most! Szólt félhangon Lettának. Az asszony, mintha elkaszálták volna, a padlóra rogyott. Obán ugyanakkor Dab felé dobta a kazettát, és maga is oldalt ugrott. Dabot megzavarta az esemény, mégis gyorsan reagált. A lézersugár röptében találta el a kazettát, recsenés hallatszott. Akkor a mérnök már látta, hogy Obán szinte visszintesen repül oldalra, kétszer is odalőtt. Először nem talált, de a második sugár eltalálta a férfit. Szúró fájdalom hatolt a combjába. Felkiáltott, nem tudott uralkodni magán. Egy szék mögé esett, úgy, ahogy tervezte. Nem volt ideje hátranézni, sem Lettára ügyelni. A szék nem takart el. A padlón gördült tovább. Dab vigyorogva eregette az ibolya színű tűvékony sugarakat, közben kéjesen kiáltozta. No, még egyszer! Menekülni akarsz? Úgy sem juthatsz ki innen. Már. Soha. Nem. Lett a padlón lapult. Az események olyan gyorsan peregtek, hogy még egy szó elhallatszott volna, minden megváltozott már. A házat, a rémület és a kegyetlenség uralta. Mindhárman tudták, ezúttal vége a játszmának. Már senkinek sem kegyelmez. Obán combjában fáklyaként lobogott a fájdalom, mégis gyorsan gördült a padlón. Már csak a foteleket látta maga előtt. Ha mögéjük érne. Dab ismétlőtt. A szék műanyag tábláján lyuk támadt, kékes füst kigyózott felfelé. Obán most a kis asztalka mögött volt, ez nem takarta el a testét. Dab következő lövéssel mégsem talált célba. Letta valamit kiáltott, talán, hogy elterelje a mérnök figyelmét vagy ilyetében. Az asszony közben maga is odébb kúszott. A konyhai raktár ajtaja mögé igyekezett. A negyedik sugár ismét eltalálta Obánt. A férfi felüvöltött a fájdalomtól. Szemére vörös köd borult. A fotelt látta csak. A jobb karja lüktetett, és vércsurrant az inge alatt. Még két méter. Még két méter. Mindjárt elveszíti az eszméletét. Hirtelen egy addig soha nem ismert érzés fogta el. Minden mindegy lett számára, egy kivételével, elérni a fotelt és mögötte a szkafandert. Csak a cél létezett, egy tárgy, most ez jelentette az életet. Tűzön és fájdalmon át eljutni a szkafanderig, amit már alig látott. Agya vöröslőködében fekete és fehér körök, foltok táncolta, nem érzékelte már a talajt sem, amelyen kúszott, gurult, mászott. Dab még röhögött, könnyű zsákmánynak hitte a férfit, esztelenül menekülőnek, esélytelennek. Nem sietett hát. Többször is lőtt. A fotelt már felszabdalták a sugarak. Füst és por csapott fel. Lettának a lélegzete is elakadt. Félt. Obámban felfelhullámzott a fájdalom, fehér villanás volt testében, új és új villanás. Féltesttel már a fotelök mögött volt, görcsösen nyújtotta ki a kezét. Ujjai a szkafanderre kulcsolódtak, a kemény, rugalmas anyag szinte ellökte a gyengülő ujjait. Feje fölött szüntelenül villogtak dabsugarai. Obán már nem hallott semmit.
aztán a pisztoly. Még egy mozdulat. Közelebb, közelebb. Fekete foltok táncoltak a szem előtt. A sugárvető cső akadt ujjaiba. Meg kell fordítani. Így jó. Az agya volt most a kezében. Obán legyőzte a fájdalmat, kikapcsolta tudatából. Messzire űzte, legalább arra a néhány másodpercre, amíg a düh és a fájdalom együtt dolgozott benne. Hüvelykujjával előre lökte a szabályzót, ezzel a fegyvert folyamatos sugárkibocsátásra állította. Még egyszer odébb lökte testét, épp lábát maga alá húzta, ugorhasson, ha kell. Csak el ne veszítse az egyensúlyát. Aztán úgy pattant fel, mint a rugó. Üvöltött. Ölni akart. Dab csak egy pillanatra lepődött meg. Obán nem ott bukkant elő, ahol várta. Ez a pillanat volt a vég. A mérnök még látta a sugarat. Nem villanás volt, hanem megszakítatlan tűzfolyam. A testébe vágott, és elsöpörte a világot. Szemére homályba borult, és lassan összegörnyedt. Térdre esett. Hosszú sóhaj szakadt ki belőle, és eldőlt. Obán csak akkor eresztette el a sugárkioldót. Letta mozdult elsőnek. Lefoszlott róla a rémséges varázslat. Obánhoz rohant. Drágám, mi van veled? Semmi. A szó nehezen tört át a torkán. De vérzel. Igen, azt hiszem. A köd lassan fosztott le Obán agyáról, szeméről. Először Dabra nézett. Csak amikor látta, hogy a mérnök mozdulatlanul fekszik, fordult figyelme saját sebeire. Mégis, először így szólt. Vedd el a fegyverét. Amíg Letta ezt teljesítette, megnézte saját sebeit. A combi alig vérzett, de a jobb karján nagyobb volt a seb, az élő hús lüktetett, fájt. A sugár áthatolt a karján. Letta előbb a mosdóba támogatta. Bekötötte mindkét sebét. Obán sziszegve tűrte a beavatkozást. Csak akkor vette észre, hogy Letta halálsápadt. Nyugodj meg, drágám! Olyanok voltatok mind a ketten, mint az állatok. Mert azok voltunk, felelte a férfi. Hallgattak. Tudták, hogy egyre gondoltak. Kimentek a nappaliba. Dab vérbefagyva hevert a padlón, mellét számtalan seb szabdalta fel. De élt. Eszméletlenül hörgött. A vérveszteség miatt fehér volt az arca, holdfehér. A szeme csukva. Él, sugta Letta. Olyan halkan, mintha most is attól félne, hogy ellenfelük, meghalva jelenlétüket feláll és fegyverét keresi. Obán fentről nézett le régi ellenségére, és nem mozdult. Letta sejthette, mi játszódik le benne. Azért mégis odagördítette a medicinrobotot, az érzékelőket Dab testére, és a gépre kapcsolta, aztán diagnózis helyett, hiszen azt ismerték, terápiás javaslatot kért. Csak nem akarod meggyógyítani, hogy minden kezdődjön előről újra, míg egyszer ő lesz a gyorsabb és megöl bennünket? Kérdezte volna a férfi, de inkább hallgatott. A gyógyító robot képernyőjén felcsillantak a betűk. Az életfunkciókat érintő többszörös tüdősérülés miatt azonnali műtétre van szükség. Javaslat, átültetés. Ők ketten nem szóltak egymáshoz, de ugyanarra gondoltak. Végignézzék, ahogyan meghal. Tétlenül. Obán elfordult. Letta lassan megnyugodott. A veszély elmúlt. Hiszen megöltem, mondta Obán. Tudata már leszámolt az eseménnyel, megtörténtnek hitte, azzá tette. De ha Dab még él, ezt a halált még egyszer el kell viselnie. Letta ajkába harapott, és a géphez fordult. Műtét nélkül meddig élhet még? A diagnosztikus és terápiai egységek alig hanem közösen gondolkoztak a válaszon. A gépagy összevetve a rendelkezésre álló adatokat azokkal, amiket a gyártók valaha beléje tápláltak,
csak utána válaszolt. 16 perc. Annyi éppen elég. Az asszony elkapta Obán egészséges karját. Segíts! Mit akarsz csinálni? Betesszük a hibernátorba. És tovább fog élni. A 16 percet akár 16 évre is meghosszabbíthatjuk. Ha még élve kerül hibernált állapotba, így maradhat, ameddig akarjuk. Egyszer csak jön erre egy űrhajó, elviszi a tartályt a központba vagy a földre, és az orvosok meggyógyítják Dabot. És ha meghal mielőtt? Ha sokat habozol, tényleg a mi lelkünkön szárad majd a halála. De megteszünk mindent, hogy mégis megmeneküljön, mondta gyorsan az asszony. És így legalább be lesz zárva. Most már valóban be lesz zárva, mormolta a férfi, és a feszültség rétegei lassan patakzottak le róla. No, gyere, segítek.